Sziasztok, ebben a videóban a Chromagant fogom jól megdarálni. Nyugalom, várj egy kicsit, miatt szaladnál a kommentekhez panaszkodni, vagy csodálkozni, hogy Csabus a mással játszik. Igen, szoktam. Igen, mostanában kicsit összegyűlt, gyakrabban volt más játék, de nem lesz ebből a rendszer, csak most gyűlt így össze. Egészen pontosan a Chromagantról azért csinálok videót, mert a készítők voltak olyan rendesek és adtak nekem egy ingyen kulcsot, de komolyan először a kulcsot adtak és gondoltam rendes leszek és egy jó kis videóban szétkritizálom. Igen. Pár órát játszottam a játékkal, bevallom még nem értem a végére, de már majdnem a végén vagyok, még egy-két fejezet van hátra. Milyen játék is a Chromagant? Hát olyan okés. Nagyon jó játék, vannak benne jó ötletek, érdekes a játékmenet. Ami nagyon hiányzik belőle az nem is tudom, a környezet, vagy a világ, a stílus, igen, talán a stílus. Na jó, mielőtt belemennék, ebbe inkább elmondom, hogy miről is van szó. Ez egy olyan játék, ami puzzle játék és FPS. Igen, olyan, mint a Portal, de nem copy. Nem copy. Utalás. Szóval van egy ilyen fegyverünk, amivel tudunk színezni. És különböző logikai feladatokat kell megoldanunk a színek erejével. Van benne színkeverés is, úgyhogy még tanulni is lehet. Nem olyan vészes egyébként, mint ahogy hangzik, meg eléggé szájbarág egy részen a játék, hogy melyik színt melyikkel kell keverni, hogy melyik harmadik szín jöjjön ki. A környezet egyébként egy tesztlabor. Nem Portal copy, ez csak egy stílus. Az a baj, hogy már elég sokszor átvett stílus. Nem is tudom, hanyadik játék már, amiben azért vannak logikai feladványok, mert konkrétan egy tesztlaborban megyek végig. Ez a része nem tetszik, lehettek volna kreatívabbak. Attól, hogy logikai feladványok vannak, nem kell annak arról szólnia, hogy azért, mert az teszt. Nagy részt a rejtvények egyébként arról szólnak, hogy golyókat kell mozgatnunk. Nem copy. Igen, a Talosban is golyókat kell mozgatnunk, de ez más. Jó, eléggé úgy tűnhet, mintha azt akarnám kihozni, hogy ez más játékokra akar hajazni, vagy hasonlít. Ez minden játékra igaz egyébként, hogy vannak közös elemek. Na jó, térjünk rá arra, ami tényleg tetszik benne. A játékmenet az tök jó. Tetszik ez a színezgetős dolog, tényleg érdekes rejtvények vannak benne. Azért az túlzás lenne azt mondani, hogy nagy kihívás volt számomra, de azt hozzá kell tenni, hogy én szeretem a logikai játékokat, sok logikai játékkal játszottam, szóval én nem az átlag játékos vagyok ebből a szempontból. Ezért is nem tudnám megmondani, hogy kellően nehéz a játék, jelente elég kihívás, vagy túl könnyű. Szerintem egy átlag játékosnak abszolút igen. De aki kicsit jobban szereti a logikai játékokat, több tapasztalata van és hamarabb átlátja az ilyesmiket, az ezt is elég hamar át fogja látni. Szóval jó a játékmenet, érdekesek a rejtvények, de azért nem mondanám nagy játéknak, nagyon maradandónak, korszakalkotónak. Jó végigvinni, tényleg érdemes, akik szeretik a logikai játékokat, azoknak mindenképpen, de szerintem nem lesz egy maradandó dolog. Hiányzik belőle a saját stílus, valami megfogható dolog, valami egyedi. Egy laborban mászkálunk, mindenkinek a Portál fog úgyis eszébe jutni, és hát ugyanúgy rejtvényeket is kell megoldani. És aztán van az a tűzes jelenet. Az a tűzes jelenet. Miért kellett azt a tűzes jelenetet? Valahol a játék közepe fele, nézd meg mi ez, ott vánszorogva, sóvárogva, cickánykodik ide ez a tűz. Nem kopi, utalás. És így a falakon keresztül megy, mögötte meg sötétség lesz, de mi ég, érted? Nem ég el a padló, csak sétál rajta a tűz, ja Istenem, nem. Szörnyű volt ez a rész, tehát ezt így ki lehetett volna hagyni, vagy ha mindenképpen ilyen rombolást akartak volna, akkor legalább ne így, úristen. Grafikailag szerintem teljesen rendben van a játék, bár nem szerettek erről beszélni, mert én abszolút nem nézem a grafikát, tehát én egy grafikán inkább azt nézem, hogy úgy összepasszolnak a dolgok, nem pedig az, hogy milyen nagy felbontású textúrák vannak ott. Engem az érdekel, hogy például az ajtó az passzoljon a falhoz, tehát ilyen szinten lehet akármilyen egyszerű, lehet
lehet akár Minecraft szintű grafika is, hogyha minden passzol bele a világba, hogyha egy stílusa van az egésznek. Szóval ebben szerintem teljesen jó. A betanítós részsel is szerintem elégedett vagyok, sőt, talán mondhatom rá, hogy kicsit már-már elnyújtott volt. Őszintén szólva azért nem olyan bonyolult színezgetni alapvetően. A logikai játékoknál nagyon érzékeny vagyok a betanítós részre, nagyon fontos, hogy a játékosnak megfelelően bemutassuk a játék elemeit, hogy ne azért akadjon el valahol, mert nem tudja, hogy valami mire való. Ennél a játéknál szerintem abszolút megvan ez. Ahol a színkeverés tanítja meg, azt a részt külön csak dicsérni tudom, tényleg sokféleképpen kell kevernünk a színeket, hol labdára, hol falra, hol azért, hogy oda menjen a golyó, hol azért, hogy elmenjen onnan, és ezeknél a részeknél, hogyha megfigyelitek, akkor mindig fel van tüntetve, hogy melyik kettőt kell összekeverni. Szóval nem így direktben mondja nekünk, hogy ide lőj sárgát meg kéket, hanem úgy a tudatalattinkra próbálhatni. Teljesen jó. Na jó, nézzük egy mérleget, kezdek kifogyni a szavakból. Történet. Mászkálunk egy laborba, és egy fickó folyamatosan beszél hozzánk. Az elején még úgy figyeltem rá, és úgy poénkodott. Tűnés innen. De egy idő után valahogy nem. Őszintén szóval jobban lekötöttek a rejtvények, úgyhogy... Az a baj, hogy egy ilyen hideg laborban mászkálunk, ahol rejtvényeket oldunk meg. A pálya elemek ugye csak annyiból állnak, amikkel dolgoznunk kell, nem találkozunk más karakterekkel, csak ez a duma van, és hát szóval is valahogy engem nem nagyon kötött le a dolog, inkább csak a rejtvényekre figyeltem egy idő után. Ugye az egyetlen dolog, ami megtört ezt a monotonitást, jaj, ez a tűz. Szóval egyedül az a leégős rész volt, azon kívül csak ugyanazok a pályaelemek voltak, úgyhogy elvesztettem egyszerűen az érdeklődésemet a történet iránt. A játékmenet teljesen jó, rejtvényeket oldunk meg. Azt nem mondanám, hogy hiányzik a történet, tehát ez a játék teljesen jó lenne úgy, hogyha nem próbálna valamit elmesélni mögötte, csak ezek a rejtvények lennének, teljesen okés lenne. Hát, díszítés egy ilyen játéknál általában nem szokott lenni, most sincs nagyon, úgyhogy erre nem nagyon tudok mit mondani. Maximum nem is tudom, hogy milyen szépen vannak kialakítva a szobák, hogy felismerhető legyen a rejtvény. Az végül is teljesen okés. Vagy a pályaelemeknek a részletessége. Nem is tudom, mindegy, azokkal elégedett voltam. Hát a hangulatról nehéz egy kicsit beszélni, ugyanis inkább olyan érzésem volt, hogy próbál valamilyen hangulatot átadni nekem, de úgy nem igazán. Nem volt elég stílusa, nem volt elég határozott, megfogható, körvonalazható világa. Legalábbis nekem ez így jött le. A kidolgozottság... Tűnés innen tűz! A kidolgozottság teljesen oké, és minden működik, aminek működnie kell. Én nem futottam bele egyébként hibákba, a tüzet leszámítva. Szóval technikai oldalról szerintem minden rendben volt. Az teljesen más kérdés, hogy nem sikerült ennek egy saját, egyedi, magával ragadó világot létrehozni. Szóval én így látom a Chromagant, akik szeretik a logikai játékot, azoknak mindenképpen ajánlott. Én is ilyen vagyok, és jól elszórakoztam vele. Mondom, maradandó cím az nem lesz, de mindenképpen érdemes kipróbálni ezt a játékmenetet. A kézikönyv óvjon.